Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vissza a startvonalhoz az időközin. Újra jelölteket kell állítani Pécsen a 15-ös körzetben. Segítség 30 feletti álláskeresőknek. A projekt a munkaerő kínálat bővítését és fejlesztését célozza meg a munkaerőpiacon. A világ minden részéről érkeznek Pécsre. Indul a nyári egyetem kurzusokkal, programokkal. Ismét kitelepült a Tourist Police a Széchenyi térre. Már negyedik éve segítik a turistákat, pécsieket. Időközi egyéni képviselőválasztást tartanak Pécsen szeptember 22-én. Döntöttek a helyi választási bizottságon. Mint ismert, szavazategyenlőség miatt nincs nyertes az egyik választókerületben. Az új voksoláson azonban mindenki tiszta lappal indul, akár új jelölteket is állíthatnak a pártok, szervezetek. Ez a pécsi 15-ös egyéni választókerület június 9-i szavazásának végeredménye. Hihetetlen eredmény született az önkormányzati választáson. 1224 voksot kapott két jelölt is, amivel az élen végeztek. Így eredménytelen lett itt a választás. A szavazategyenlőség maradt, a jogorvoslati kérelemnek nem adtak helyt. Nem volt újraszámlálás. Így időközi választást kell kiírni. Ennek időpontja szeptember 22-e. Pécs jegyzője, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, ez nem olyan lesz, mint a megismételt szavazás. Újra kell a jelölő szervezeteknek magukat regisztráltatni, nyilvántartásba vetetni, újra kezdődik a jelölti ajánlásgyűjtés és jelöltállítás, ennek eredményeként pedig a jelöltek nyilvántartásba vétele. Ugyanígy a választás napjához képest mínusz 50 nappal korábban kezdődően kampányidőszakra is sor fog kerülni, és ez egy teljesen új szavazási procedúra lesz, amelynek az eredményeként fogja majd a mandátumát elnyerni a közgyűlés 24. képviselője a pécsi 15-ös számú egyéni választókerületben. Ez azt jelenti, hogy elméletileg új jelöltek is felbukkanhatnak. Júniusban 6 lehetséges képviselő személyére szavazhattak a kerület választópolgárai. Ez a szám változhat szeptember 22-ére. Ez csak a jelölő szervezetektől függ. Új lappal indul mindenki. A választólistát is frissíteni kell, tudtuk meg Lovász Istvántól. A névjegyzék vezetése ilyenkor tiszta lappal újra kezdődik. A szavazóköri névjegyzéket a helyi választási iroda fogja vezetni, az érintett választópolgárok, azok a Nemzeti Választási Iroda közreműködésével postai úton újra értesítőt fognak kapni a szavazás napjáról, illetve a szavazási tudnivalókról. Ennek az adattartalma egyébként hasonló, azonos lesz, mint a június 9-i választást érintően, de most nem mind a 115 ezer nyilvántartásba vett, névjegyzékbe vett pécsi választópolgár, hanem csak a 15-ös körzetben szavazásra jogosult pécsiek kapnak ilyen értesítőt. Közben az érvényes eredménnyel rendelkező körzetek egyéni képviselőit és a kompenzációs listán nyertes képviselőket is fogadták szerdán a pécsi városházán. Hétfőn 16 órakor emelkedett jogerőre a kompenzációs listán kiosztott mandátum, mind a 7 mandátum. Ilyen módon a tegnapi napon történt meg a város 2024-2029-es önkormányzati ciklusra megválasztott képviselőinek a mandátum levél átadása itt a városházán a közgyűlési teremben. Ugyanakkor a közgyűlésnek a 24 tagja közül, az október 1-ével hivatalba lépő 24 képviselő tagja közül csak 23-an vehették át a megbízó levelüket. A pécsi 15-ös választókerület nyertese lesz majd a 24. önkormányzati képviselő a pécsi közgyűlésben a szeptember 22-i választás után. Érdekesség és esély csak matematikailag van rá, hogyha újra a szavazategyenlőség lesz és érvénytelen marad a szavazás, akkor újra meg kell ismételni azt. De erre a közel 7000-es választókerületben kicsi az esély, hiszen egyetlen szavazat is dönthet az elsőségről. 30 év feletti álláskeresők kaphatnak segítséget a tavaly októberben indult GINOP Plus programban. A projekt a munkaerő kínálat bővítését és fejlesztését célozza meg a munkaerőpiacon. A visszanemtérítendő támogatások finanszírozására az Európai Szociális Alap Plus országosan összesen 78,41 milliárd forint összegű keretet biztosít, amelyből a Baranyavár megyében rendelkezésre álló induló Európai Uniós forrás 3,66 milliárd forint.
A foglalkoztatáspolitikai támogatási rendszer újraindult. Ez sikernek számít, hiszen sok rászoruló embernek segíthetnek az álláskeresésben Baranya vármegyében is, mondta Horváth Zoltán, a Baranya vármegyei kormányhivatal főispánya. Több programunk fut, több programunk elérhető. Jelen pillanatban több ezeren vesznek részt a nyári diák munkában. Ez örömteli számunkra mindig, hogy a fiatalok így közel kerülnek a munkaerő piachoz, a munkavilágához, és jövedelemre is tesznek szert. Emellett a Baranya vármegyei önkormányzattal is működtetünk egy Paktum foglalkoztatási programot, és a mai beszélgetésünk apropója, ez a közel 3,6 milliárdos kerettel újrainduló központi pillér projekt. Ez a Gino Plus program. Itt az elsődleges célcsoport a tartósan munkanélkül maradók világa. Rossz szakmával vagy elavult szakmával rendelkezők, hangsúlyozta a főispán. Számukra egy nagyon nagy szolgáltatási csomagot kínálunk fel. A bértámogatástól kezdve úti költség támogatás, amivel el tudnak jutni a munkahelyükhöz, annak a támogatása. Külön kiemeltem az előbb az elavult szakmát, és ezt nem véletlenül mondtam, mert az elmúlt időszakban nagyon megváltozott a munkaerőpiac, akik 20-30 évvel ezelőtt szakmát tanultak, lehet, hogy olyan szakmájuk van, ami ma már sajnos nem kellendő a munkaerőpiacon, és van, akinek 50 éves korában új szakmát kell tanulnia, na ehhez is biztosítunk támogatást. A képzés ideje alatt munkajövedelmet biztosítanak számukra, a képzésre való eljutáshoz pedig közlekedési támogatást. Ha találnak neki új munkavállalót, akkor bértámogatást is adnak, fogalmazott Horváth Zoltán főispán. Abban bízunk, hogy ezek a programok támogatják a vármegyénk gazdaság fejlesztését, és újból elérhetjük azt, hogy minél többen találnak munkát, állást a megyénkben. A visszanemtérítendő támogatások finanszírozására az Európai Szociális Alap Plusz országosan összesen 78,41 milliárd forint összegű keretet biztosít. Ebből Baranya vármegyében a rendelkezésre álló induló Európai Uniós forrás 3,66 milliárd forint. Rövid híreink következnek. Pécs 30 pontján rendezik meg idén a tradicionális zsolnai fényfesztivált július 4-e és 7-e között. A rendezvény legnagyobb attrakciójának számító nemzetközi fényfestőverseny témája ezúttal a Rubik féle bűvös kocka lesz, közölték a szervezők. A zsolnai fényfesztivál programjai és a fény útja köztereken bemutatott látványosságai ingyenesen látogathatók, míg a zárt terekben lévő installációk egy karszalag megvásárlásával tekinthetők meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló 8. zsolnai fényfesztiválról további információk az esemény internetes oldalán a fényfesztivál.hu-n olvashatók. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kell kötni július 16-ától a mikromobilitási eszközökre, ilyen például a Segway vagy elektromos roller. Egyes biztosítók már megjelentek díjtarifáikkal, mások még a végleges kormányrendeletre várnak, tájékoztat az MTI. A kizárólag emberi erővel működtetett járművekre, így az elektromos rásegítéssel működő kerékpárokra, vagy a mozgáskorlátozottak által vezetett e-mopedre nem vonatkozik a szabályozás, hasonlóképpen a gördeszkákra sem. A rendelet megjelenésével ezek a magas díjak várhatóan változnak. A biztosítási díj nagyságát több biztosítónál meghatározza az üzemben tartó kora és az eszköz használatának helye. Összesen 6 nyári egyetemet szervez idén a PTN Nemzetközi Igazgatósága. A Pécs Summer School program keretében kerül erre sor, melyen 4 kontinens közel 200 hallgatója vesz részt. A fiatalok kurzusok mellett helyi programokon ismerhetik meg Pécset és Baranyát. Közös fotóra álltak össze a pécsi nyári egyetemre érkezők csütörtök délelőtt. A világ minden részéről jöttek, hogy kurzusokon és különböző programokon vegyenek részt. Az idei nyáron 6 nyári egyetemet szervezünk a Pécsi Tudományegyetemen a Pécs Summer School program keretén belül. Közel 200 hallgatót várunk, akik 48 egyetemről érkeznek, 4 kontinensről a világ minden részéről. A mai nappal megkezdődnek a 4 hetes programjaink, jövő héten kezdődnek újabb programok, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen nagyszámú hallgatót fogadunk ilyen sok
különböző országból és különböző partneregyetemekről. A programok nagyon változatosak, van, akik az európai kultúráról, európai tanulmányokról tanulnak, vannak, akik vezetői ismereteket fejlesztik, van, akik a nemzetközi jogról sajátítanak el bővebb ismereteket, és vannak, akik vitaakadémián vesznek részt az elkövetkezendő pár hét során. Az egyetem Ránkóczi úti dísztermében kaptak tájékoztatást a résztvevők, hogy mire számíthatnak Pécsen. A közös nyelv az angol, hiszen sok ország szülöttjével kell megtalálni a közös hangot a következő időszakban. 22 országból érkeznek a hallgatók, Amerikából érkezett egy nagyszámú csoport, Nagy-Britanniában most először fogadunk szintén egy nagyszámú csoportot, de vannak hallgatóink Kanadából, Indonéziából, Indiából, Gánából, Európa különböző országaiból. Tehát nagyon-nagyon sok helyről érkeznek a hallgatók, és ez nagyon nagy örömmel tölt el bennünket. A képzési programokon túl ízelítőt kapnak az európai és a magyar kultúrából. Jó lehetőség ez arra, hogy az országot, azon belül Baranyát megismertessék velük. Nagyon fontos számukra, hogy Európában vannak, hogy megismernek egy ilyen gyönyörű várost, mint Pécs, megismerkednek Magyarország kultúrájával, és az is nagyon fontos számukra, hogy nagyon sok programot szervezünk számukra az oktatás mellett. Tehát így részt vesznek sárkányhajó versenyen, szervezünk nemzetközi estet számukra, kvízestet, megmutatjuk nekik Pécs nevezetességeit, kivisszük őket a megyébe is nagyon sok kirándulásra, úgyhogy egy nagyon komplex csomagot kapnak, amit ők évek óta nagy örömmel fogadnak. Az itt elvégzett kurzusokat ősszel visszatérve az anyaegyetemükre elismertethetik, így krediteket kapnak a Pécsen tanultak után. Ezen kívül az itt kapott élmények hatására pozitív kép alakul majd ki bennük Baranyáról, egész hazánkról. Idén is kitelepült a Turistpolis a pécsi Széchenyi térre július 1-től augusztus 23-áig. A fiatalok és a rendőrség munkatársai segítik a turisták eligazódását a programok között, felvilágosítást adnak a könnyebb tájékozódás érdekében is. A gyalogos rendőri járőr pedig folyamatosan segíti a turistpoliszosok munkáját, ugyanakkor a közbiztonságra is felügyelnek egész nyáron a történelmi belvárosban. Baranya vármegye székhely főterének délnyugati oldalán található a Turistpolis rendőrségi pavilon. Információs anyagok és segítő szakemberek lépnek kapcsolatba az érdeklődőkkel. Én nem ismertem ezt a Paris Turist, de most elmondta a rendőrhölgy, hogy, hogy nem csak a fényfesztivál miatt vannak itt, hanem tájékoztatják a lakosságot, úgyhogy mi nagy örömmel vettük, mert az unokám nagyon szereti a rendőröket, meg a rendőrautót is megmutatták neki, úgyhogy most nagy élményben van részünk éppen. A Turistpolis egy olyan rendőrségi kezdeményezés, amely a városba látogató hazai és külföldi turisták biztonságának és tájékoztatásának javítását segíti. A pavilon szolgáltatása többnyire a helyi látványosságokkal kapcsolatos információ nyújtása, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén segítségadása. A helyszínen konkrét bűn- és baleset megelőzési témákról, programokról is részletes tájékoztatást adnak kollégáim, úgy mint a Bike Safe program, amelynek keretében országos nyilvántartásba tudjuk venni a kerékpárt, mely egy esetleges lopásnál növeli a megtalálás esélyét, de a kiberbűnözés, tehát az interneten vagy más számítógépes hálózatok használatával elkövetett bűncselekmény, aktualitásairól is tájékoztatást adunk. A nyári hónapokban a gyalogos rendőrjárőrök folyamatosan jelen vannak a történelmi belvárosban. Egyrészt a pavilonban dolgozó rendőrségi munkatársak, valamint a fiatal turistpolizosok munkáját segítik, másrészt a közbiztonságra felügyelnek. A pavilonnál lehetőség van iskolaőrnek és határvadásznak is jelentkezni. A szolgáltatást kollégáim mellett a nyári szünidőben a rendőrségen szolgálatot teljesítő iskolaőrök nyújtják, ugyanakkor középiskolás, közösségi szolgálatos diákoknak is lehetőséget adunk, hogy a kötelezően előírt 50 órát nálunk teljesítsék. A mai napon az érdeklődők tájékoztatása Police Café program keretében történik, kávéval, frissítővel kínáljuk a hozzánk érkezőket. A Turistpolis azért nagyon fontos a város főterén, mert Pécs a térség kiemelt turisztikai központja. A több éve zajló sikeres rendőrségi programot Pécsváros önkormányzata, a Zsónai Örökségkezelő Nonprofit Kft. És a Pécsi Áldozatsegítő Központ támogatja. A régió híreivel folytatjuk.
Autóbuszbérlet támogatás, valamint a Vosinszky Mór óvoda igazgatójának ismételt megbízása volt a két legfontosabb téma Tolna képviselőtestületének ülésén. Erről tájékoztatott Apeszhofer Ágnes, a település polgármestere. 5 éve foglalt el helyét igazgatóként a Vosinszky Mór óvodánál Németni Szűcs Melitta. Kinevezése lejárt, de van arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák, ha a képviselői és a nevelői testület is támogatja. Mi magunk mert teljes mértében meg vagyunk igazgatóasszony munkájával elégedve, úgyhogy mi ezt a nevelő testületre bíztuk, és nem meglepő módon egyébként teljes egyhangúság volt, és támogatták a pedagógusok a jelenlegi igazgatót. Én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalon vezeti ezt az óvodai intézmény egységet, ami 5 óvodából és 16 óvodai csoportból áll. Jó az, hogyha a fenntartó meg van elégedve az igazgatóval, de azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ott dolgozók szakmai szempontból is jó vezetőnek tartsák, és ez így is van. A jövőre nézve bizakodva született meg a döntés. A város reméli, hogy az eddigi sikeres esztendőket még több követi. A jelenlegi folyamatosan változó környezetbe fel tudja venni a fonalat. Én azt remélem, hogy mivel 5 év alatt azért már nagyon sok mindenen átesett ez az intézményegység, és nagyon sok szülővel, gyerekkel volt kapcsolata az intézményvezető asszonynak, hogy ez a jövőben sem lesz probléma, úgyhogy minden marad a régiben, és a jelenlegi igazgató lesz 5 évig még az intézmény vezetője. Tolna jelenleg is megadja azt az opciót a mözsieknek, hogy a busszal bejáró diákoknak finanszírozza a bérletét. Én azt remélem, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, de 1 évre minden esetre meghosszabbítottuk ezt a szerződést, tehát azok a gyerekek, akik busszal tudnak bejönni, akár az Ötvös utcai, akár a Széchenyi telephelyre, vagy a központi iskolába, a Bartók Béla utcába, mindenkinek meg fogjuk téríteni a jövőben is a buszbérletet. Én nagyon bízom abban, hogy a gyerekek jól érzik magukat ezekben az iskolákban, és nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz semmi probléma ezzel kapcsolatban. Legközelebb szeptemberben ül össze újra a testület a település aktuális, fontos témáit megvitatni. A Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. területvédelmi ezred honvédelmi harcos tábor szervezett 12 és 14 éves gyermekeknek Faddomboriban. Az 5 napos programsorozat alatt a résztvevők játékosan, csapatban tapasztalt katonáktól tanulhattak egészségügyi és önvédelmi technikákat. Balra! Át! Schmidt Roland törzsőrmester elmondta, a katonás napirend szerinti változatos programok során a cél a táborozók egyéni fejlődése, a csoporton belüli összetartozás erősítése közös élményeken keresztül. Az ország egész területéről érkeztek 12-14 éves korú gyerekek. A tábor 40 fős, mely 1 hét alatt betelt, betegség miatt azonban 39 fővel kezdtük meg a tábort. Örömmel mondhatom, hogy a mai napon is tartjuk ezt a létszámot. Minden évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon népszerű a táborunk. Rengetegen érdeklődnek, és több visszatérő táborozónk is van. A gyerekek fizikai állóképességét mérik fel, majd fejlesztik azt. Ugyanakkor élményszerű a mindennapi életben hasznosítható ismereteket adunk át. A programok játékosan vannak összeállítva, mindenki számára könnyen elsajátítható. Nekünk táboroztatóknak az a célunk, hogy a gyerekek mind egyénileg, mind csapatban hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, segítsék, támogassák egymást, és ügyeljenek a környezetükre. Mozgalmas foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. 9 órakor kezdődnek a mozgalmas foglalkozások, mint például alaki foglalkozás, elsősegélynyújtás, túlélési módszerekkel ismerkedhetnek meg a táborozók, tájékozódási, tereptani ismeretekkel bővítjük a tudásukat. Természetesen kihasználjuk a helyi adottságokat is, közelharc oktatásban is lesz részük, különböző ügyességi játékokat állítottunk nekik össze, lesz akadálypálya is, tájékozódási verseny, menetgyakorlattal egybekötve. Egy az 50 ezres térképen, hogyha 1 milliméter tévedsz, akkor az hány méter lesz? 50. Vargyas Diana szeptembertől a Szekszári Ady Endre Technikumban kezdi meg kadétként a tanulmányait. Nagyon tetszik az emberek miatt, nagyon motiváló ez a tábor, mindenkinek nagyon ajánlom.
és azért vagyok itt, mert amikor voltam beiratkozni, mondták, hogy van egy ilyen tábor, és ugye engem ez nagyon érdekel, ezt a szakot szeretném végigvinni az életben, és gondoltam, eljövök megnézni, hogy ki, hogy és mennyire érdekli. Ferkov Dénes először vett részt a táborban. Igazából az egyik barátom megkérdezte, hogy el szeretnék jönni, és mondtam, persze, kipróbálom, akkor ugyebár otthon is mondtam, hogy ele jöhetek, és mondták, hogy persze, már elég jó lenne, hogyha elmennék. És akkor eljöttem ugyebár, és igazából nagyon tetszik ez az egész katonai dolog, meg minden ilyesmi. Megfogjuk így a kezünket, ide a szekcsont alá rakjuk, és elkezdjük a pumpálást. A mai napon lesznek még menetgyakorlat, és különböző feladatokat fogunk csinálni. A foglalkozások közül a rejtőzködés, illetve a terepfeladatok tetszettek neki a legjobban. Irány utánam, ne tarts lépést! Indulj! Csak nem 2 milliárd forintnyi uniós támogatásból újult meg Balatonszéplak felső és Balatonfenyves vasúti épülete. A déli vasútállomások rekonstrukciója keretében a széplaki régi épületet lebontották, és teljesen új, modern kiszolgálóhelység épült. Fedett váróterem, mosdók, kerékpártárolók és parkoló várja az utazókat. Balatonfenyvesen ez a rekonstrukció 1,4 milliárd forintba került. A dél-balatoni vasút egy történelmi jelentőséggel bíró infrastrukturális érték, fogalmazott a térség országgyűlési képviselője a szerdai ünnepélyes átadón. Ha visszamegyünk a történelembe gondolatban, akkor azt láthatjuk, hogy az 1800-as évek végén, amikor a dél-balatoni vasútnak az alapjait letették és kiépítésre került ez a vasútvonal, nos, akkor indult be igazán a Balaton déli partján a fürdőtelepek kialakulása, a fürdőélet, és rendkívül sok település akkor kezdett fejlődni, épülni, szépülni és gyarapodni, mai modern szóhasználata léve akkor indult be a balatoni turizmus igazán. Aztán az elmúlt években rengeteget vártunk arra, több mint fél évszázadot, hogy végre legyen egy olyan kormány ennek az országnak, aki nem csak meghallgatja kérésünket, hanem segít is abban, hogy ez a egyébként Magyarország második legforgalmasabb vasútvonala, közel 1,6 millió utassal ide közlekedvén a Balaton térségébe éves szinten végre megújulhasson, és a kormány ehhez több mint 73 milliárd forintot biztosított, és ha jól emlékszem, 2017-ben a Lepsény-Szántót-Köröshegy, majd 2018-ban a Szántót-Köröshegy és Balaton-Szentgyörgy szakaszt is átadhattuk. Az állomás és a megállóhely minősége, valamint az utazási komfort is javult a beruházásokkal, fogalmazott Bogdán Béla, az Építési és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője. A minisztérium számára kiemelten fontos az innováció és a fenntarthatóság. Ennek érdekében mindkét épületre telepítettünk napelemrendszert, illetve hűszivattyús fűtő és hűtőrendszer is beépítésre került. Az utasok további biztonságának fokozását, mint a vagyonvédelmet pedig egy kamerarendszer is biztosítja. Az épületek mellett természetesen ahogy körülöttünk is látják, megújultak a parkok, illetve az épületeknek a közvetlen környezete. Ez ugyanígy megtörtént Balatonfenyvesen is, és a rekonstrukciónak köszönhetően az állomás és a megállóhely minősége, valamint az utazási komfort is méltán fog tudni javulni, ami továbbiakban is bízunk benne, hogy hozzájárul a balatoni térség érdemi fejlesztéséhez és fejlődéséhez, és a minél több ide látogató vendég és turista méltó kiszolgálásához. Móring József Attila országgyűlési képviselő szerint a vasútvonalak korszerűsítése után az illetékesek arra is gondot fordítottak, hogy az állomások és megállóhelyek is megújuljanak. Ezáltal válik majd teljessé ez a szolgáltatás, és reményeink szerint ez a színvonal emelkedés ez azt eredményezheti, hogy többen választják a főváros irányából a Balaton megközelítésére a vasutat. Tudjuk jól, hogy főleg pénteken és vasárnap az M7-es az szinte járhatatlan. A Balatonsziplak felsői és fenyvesi vasútállomás korszerűsítés csak első elemei voltak egy komplex felújítási programnak, és ezek az épületek nem csak a vasúthoz, de az adott városhoz is jelentenek egy kaput, egy csatlakozási pontot, emelte ki Szilágyi Tibor, a MÁV fejlesztési főigazgatója.
kialakult egy olyan közel 200 állomást tartalmazó fejlesztési program az északi, illetve déli parton, aminek az első két épületet tudjuk most átadni. Balaton Széplak felsőn és Balaton fegyvesen is azt látjuk, hogy az összes többi tervezett helyszínen is, hogy ezek a felvételi épületek nem csak a vasúthoz jelentenek kaput, hanem a városnak is adnak egy csatlakozási pontot a vasúthoz. Tehát meg kell teremteni ezt az átmenetet, hogy a vasút ne elvágja, hanem összekösse ezeket a településeket. Itt Siófokon is, itt Siófokon belül is több megállóhely és vasútállomás szolgálja ki az utasokat. És ez a kapu nem csak képletesen kapu, hanem szó szerint, ha a mögöttem lévő épületre néznek, hiszen az utasoknak, a mai elvárásoknak megfelelően nem csak hűtött-fűtött várótermet, nem csak utasmosdót, hanem egy olyan beállóteret is biztosítottunk, ami egyébként már évtizedek óta vagy egy évszázada ismert, ahol egy tavaszi vagy őszi időszakban, szabad levegőn, ugyanakkor mégis fedett helyen tudnak várakozni, akár egy esős időszakban is. A tervek szerint 2025-től folytatódnak az épület korszerűsítések mind az északi, mind a déli oldalon. Baranyai témáink még egyszer, röviden. Vissza a startvonalhoz az időközin. Újra jelölteket kell állítani Pécsen a 15-ös körzetben. Segítség 30 feletti álláskeresőknek. A projekt a munkaerőkínálat bővítését és fejlesztését célozza meg a munkaerőpiacon. A világ minden részéről érkeznek Pécsre. Indul a nyári egyetem kurzusokkal, programokkal. Ismét kitelepült a Tourist Police a Széchenyi térre. Már negyedik éve segítik a turistákat, pécsieket. Pénteken a túlnyomó napos időben legfeljebb elvétve alakulhat ki kisebb futózápor. Többfelé élénk, néhol erős lesz a légmozgás. Reggelre sokfelé felfrissül a levegő, délelőtt 21 és 27, délutánra 28 és 32 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!